békepártján. Magyarország nem azért építkezett, hogy letérjen a növekedés útjáról Brüsszel és a háború miatt, jelentette ki Dömötör Csaba. Támadás. Hőerőműbe csapódtak orosz rakéták Kharkivban. Kiütéssel, elsőprő fölénnyel győzött a Fidesz az első kerületben. Üdvözlöm Önöket, dél van, ez a Hír Televízió híradója. Sikeresek az ukrán ellentámadások Kharkivban. A régió vezetése szerint már több mint 40 település felett vették vissza az irányítást az oroszoktól. A föderáció azonban továbbra is rakétákkal támadja a térséget, mellyel hatalmas károkat okoz a régió víz- és áramszolgáltatásában. Nagy erőkkel oltották a lángokat a tűzoltók, miután az orosz rakéták egy hőerőműbe csapódtak Kharkivban. A rakéták által eltalált épületben két ügyeletes tiszt volt. Egyikőjüket holtan találtuk. A másik keresése folyamatban van, közölte a katasztrófavédelem vezető helyettese. Összesen 10 területet támadtak az oroszok. A régióban több helyen megszűnt a víz és az áramszolgáltatás is. Kijev szerint a föderáció a polgári infrastruktúrák megsemmisítésével akarja megtorolni az elmúlt napok ukrán sikereit. Szeptember 11-én az ukrán hadsereg átvette az irányítást Hoptivka felett. A 130-as zászlóalj üdvözöl minden ukránt. A feladatot teljesítettük. Dicsőség Ukrajnának! Üzent az ukrán csapat Twitteren a szétbombázott ellenőrzőpontról. Kharkiv megye kormányzója arról számolt be, hogy már 40 település felett visszavették az irányítást az ukrán erők. A föderáció csapatai kénytelenek voltak elhagyni a térséget. Az ukrán sikereknek a kijevi lakosok is örülnek. Az emberek abban bíznak, hogy a háború hamarosan ukrán nyereséggel érhet véget. Hála Istennek, hogy sikeresek az ellentámadások. Hálásak vagyunk a fegyveres erőinknek, fiainknak és hőseinknek bátorságukért. Ukrajna győzni fog, mondta ez a nő. Az ukrán előrenyomulás nagyban köszönhető, elsősorban az Egyesült Államoktól kapott modern fegyvereknek. Azonban az amerikaiak arra gyanakodnak, hogy az oroszok Észak-Koreával tárgyalnak, hogy felfrissítsék hadieszközeiket. Újabb kárpátaljai magyar áldozatot követelt az ukrán-orosz háború, tájékoztatott a Hír Televízió ungvári tudósítója. Dunda György arról is beszámolt, hogy az elmúlt napok katonai sikereit hitet adnak az ukránoknak ahhoz, hogy legyőzzék az oroszokat. Ungvár, tehát a kárpátaljai megyeszékhely 22 halálos áldozatot számlál, akik az életüket adták a Kelet-Ukrajnában zajló háborúban. Összességében pedig a múlt heti herszoni ellentámadás utáni veszteségek csak Kárpátalja tekintetében most már meghaladták a 30-at, tehát több mint 30 kárpátaljai áldozatról van tudomásunk, és sajnos újabb magyar áldozatról is érkezett hír. A Zugocsai régióban található királyházai származású Eperjesi István a háború újabb kárpátaljai magyar áldozata, ő a 6. ebben a sorban. Kitérnék még a kelet-ukrajnai kharkivi ellentámadásra, ugye az elmúlt napokban ez uralta a híreket, és hát itt Ukrajnában ennek nyomán ilyen ide nekem az oroszlánt is hangulat uralkodott el. Viszont amiről kevesebb szó esik ebben a tekintetben az, hogy ezeken a visszafoglalt területeken nagyon gyorsan megkezdték a működésüket az ukrán belbiztonsági szervek, a rendőrség, a Nemzeti Gárda, a titkosszolgálat, az állami nyomozóiroda, és kutatnak a kollaboránsok után. Gyakorlatilag amolyan példát is akarnak statuálni a más régiók, elcsatolt régiókban élő állampolgárok felé is egyfajta üzenet, hogy mire számíthatnak azok a területek visszafoglalása után, akik együttműködtek az orosz hatóságokkal. Néhány helyi vezetőt már őrizetbe is vettek, és a kollaborációról szóló törvény értelmében akár 15 éves börtönbüntetésre is számíthatnak.
Nógrádi György szerint kizárólag Moszkván és Washingtonon múlik, meddig fog tartani a háború. A biztonságpolitikai szakértő ugyanakkor arra is figyelmeztetett, súlyos következményekkel járhat, ha az Egyesült Államok nem ad beutazási engedélyt azoknak a magasrangú orosz politikusoknak, akik New Yorkba vagy Washingtonba utaznának tárgyalni. Egy. Oroszország, korábbi Szovjetunió, a világ egyhatoda volt. Oroszország valamivel kisebb. Várják a turistákat. Oké, de turista tömeg nem fog oda menni, ez megint egy kiváló PR. Kettő. Az USA-nak el kell dönteni, az orosz delegáció számára kiadja a vízumot, vagy nem. Akár kiadja, akár nem, annak nagyon komoly következményei lesznek. Ha nem, akkor a Lavrov és a orosz delegáció nem tud részt venni az idei ENSZ közgyűlésen. Három. Ebben a percben nem tud tárgyalni, sem hivatalosan, sem nem hivatalosan ott lévő egyéb delegációkkal. Ebben az esetben marad a G20-as csúcs találkozó, ami egy teljesen más jellegű. Itt az USA nyilván konzultál szövetségeseivel, és hát az amerikai szolgálatok, CIA, a külügy, a Pentagon leteszik javaslataikat, hogy kapjanak-e vízumot az oroszok vagy sem, de akár kapnak, akár nem, annak azért hosszú távú következményei lesznek az orosz-amerikai kapcsolatokra, és még egyszer jön a félidős választás. A szankciók nem Oroszországra, hanem Európára jelentenek egyre elviselhetetlenebb terhet, ugyanis drasztikusan megemelkedtek az energiaárak, hangsúlyozta Dömötör Csaba a Kossuth Rádióban. Az államtitkár attól tart, hogy irányváltás helyett inkább a szankciókat bővítik Brüsszelben. Magyarország nem azért építkezett az elmúlt 12 évben, hogy letérjen a növekedés útjáról Brüsszel és a háború miatt. Soha nem látott magasságokba emelkedtek az energiaárak egész Európában, jelentette ki a Kossuth Rádióban Dömötör Csaba. A parlamenti államtitkár szerint a legnagyobb és a legtartósabb áremelkedés azonban minden ellenkező állítással szemben nem a háború kirobbanásakor, hanem a szankciók lebegtetése és elfogadása óta következett be. Nincs olyan ember Európában, aki valamilyen formában ne érezné az elrontott szankciós politika inflációs hatásait. A rezsiszámlától, a közlekedésen át, a mezőgazdaságig most minden terület magán viseli a szankciók nyomasztó lenyomatát, és Brüsszelben a szankciókkal kapcsolatban azt ígérték, hogy ezek csodafegyverek lesznek, de valójában a gazdasági öncsonkítás elszabadult eszközei lettek. Oroszországnak nem hogy ártanak, hanem inkább növelte bevételét a szankciós politika. Dömötör Csaba arra figyelmeztetett, hogy Brüsszel az irányváltás helyett most is inkább a szankciókat bővítené, ami súlyos kockázatokkal jár. Nem azért építkeztünk az elmúlt 12 évben, hogy Brüsszel és a háború miatt letérjünk a növekedés útjáról, hangsúlyozta az államtitkár. Az unió szankciós politika nem vált be, ugyanis nem kényszerítette térdre Oroszországot. Erről már Orbán Balázs beszélt Köcsén szombaton. Mi azt gondoljuk, hogy ezt a politikát át kell gondolni, és az őszi menetrendben ez nagyon fontos európai politikai kérdés lesz. Természetesen a magyar kormány továbbra is kitart azon politikája mellett, hogy emellett nekünk fontos az, hogy a legsérülékenyebb társadalmi csoportokat, az alacsony keresetűeket, a nyugdíjasokat és egyéb olyan társadalmi csoportokat, nagy családosokat, amelyeket hagyományosan védünk különböző politikával, őket szeretnénk megvédeni a következő időszakban is. Orbán Balázs hozzátette, az elszabaduló energiaárakra és soha nem látott inflációra egyetlen megoldás van, mégpedig a béke, Magyarország pedig ezt képviseli. Itt van már velünk Hortai Olivér üzletág vezető, a századvég konjunktúra kutatója. Jó napot kívánok, Olivér! Miután nem konkretizálták a miniszterek, hogy pontosan kikre vetnék ki az árkorlátozást, ez azt jelenti, hogy minden beszállítót érintene, vagy a háttérben itt egyértelműen az oroszokról van szó? Jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm a kedves nézőket. Ursula von der Leyen, amikor egy héttel ezelőtt bemutatta az Európai Bizottság javaslatcsomagját, akkor abban egyértelműen nevesítette Oroszországot, hogy az árplafon intézkedés az rájuk vonatkozna. Ezen túl pénteken Kadri Simpson, a bizottság energiaügyi biztosa is nyilvánvalóvá tette, hogy ez az intézkedés ez elsősorban nem gazdasági, hanem politikai célokat szolgál. Ezzel párhuzamosan megjelentek olyan sajtóértesülések, amik arról szóltak, hogy erről egy nagy vita van az Európai Uniós energiaügyi miniszterek között, és nem csak Oroszországra kellene fókuszálni ezeket az intézkedéseket, vagy ezt az intézkedést, hanem egy általános árplafont kellene
bevezetni, viszont az negatívan érintené más exportáló országokat is, így például Norvégiát, vagy az Ázsiából érkező cseppfolyósított gáz szállítmányokat, és még nagyobb mennyiségcsökkenést okoznának az európai piacon. Úgyhogy pénteken arra kérték az energiaügyi miniszterek a bizottságot, hogy egy új módosított javaslatcsomagot dolgozzon ki. A bizottság pedig jelezte, hogy ezt most keddig meg fogják tenni. Persze kérdéses, hogy 3 nap alatt mennyire lehet szakmailag megalapozott javaslatcsomagot az asztalra tenni. Egyelőre erről nincsenek hivatalos információk, hogy milyen irányba indult el a bizottság. Az Egyesült Államok készpénznek veszi, hogy az árplafon az orosz energiahordozókra vonatkozik. Washington már jelezte, hogy bőségesen szállítana magas összegért nyersanyagot Európába. A tervezet hátterében állhat esetleg egy amerikai lobby? Elképzelhető ilyesmi. Az Egyesült Államok számára én azt gondolom, hogy maga az árplafon intézkedés, illetve az, hogy ez rá vonatkozik-e vagy sem, az másodlagos. Ami egy magas prioritású ügy az az, hogy az Európai Unió minél erősebben, minél nagyobb mértékben elszakadjon az orosz gázvásárlásoktól. Az Európai Bizottság még tavasszal kötött egy hosszú távú gázszerződést az Egyesült Államokkal, aminek keretében idén 15 milliárd köbméterrel több cseppfolyósított földgázt vásárol. Azt látjuk, hogy ennek a 15 milliárd köbméternek a leszállítása is egy kihívást jelent az Egyesült Államoknak, mert ott is föl kell pörgetni a kitermelést. Úgyhogy a kérdés az az, hogy az Egyesült Államok középtávon hogyan lesz képes a lehető legnagyobb méretű piacot szerezni az Európai Unióban, és ezt a célt az szolgálja, hogyha az Európai Uniós tagállamok a lehető legjobban elzárják magukat az orosz beszerzésektől. Hortai Olivér, köszönjük szépen! Köszönöm. Az ukrán-orosz háború és konfliktus miatt elrendelt szankciók gazdasági válsághoz vezetnek világszerte, közölte Bilvax Tibor. A pénzügyi elemző ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy az exportképes országok az általános recesszió ellenére is meg fognak erősödni. Most jelenleg gyakorlatilag azok az országok, amelyek nyersanyaggal rendelkeznek, tehát exportálnak, de akár ilyen Kolumbia, vagy akár a Közel-Kelet is tudnak erősödni, hisz nagyobb drágán tudnak eladni nyersanyagot, amivel ugye a nemzetközi tartalékaik nőnek. Amerika is egyébként exportképes, de akár Norvégia is exportképes ország. Ezek biztos, hogy előre fognak törni. Azt látni lehet, hogy az Európai Központi Bank a múlt héten 0,75%-kal kamatot emelt. Erre nagyon-nagyon régen, nem tudom, évtizedek óta nem volt példa. Ez egy erős jelzés a piacoknak, hogy szeretnék azt, hogy küzdjenek ők is az infláció ellen, persze, mert túl sokat emelnek, akkor meg visszavethetné az európai ugye recesszió közeli növekedést, amiről már az előbb beszéltünk, úgyhogy azért pengelyen táncolnak a jegybankok, de ugyanúgy, ahogy a magyar jegybank is nagyon-nagyon tűpontosan követik azt, hogy mi van most a gazdaságban, és ők is ugye dinamikusan növelik a kamatot, nálunk is most már ugye 10x éve nem látott kamatszint van, hisz az infláció nagyon elment, 50-60 éve nem látott európai szint is az infláció, úgyhogy azért a jegybankok erre odafigyelnek, és a nyersanyag erős országok pedig erősödnek. Az európai parlamenti képviselőknek és az uniós polgároknak is tudniuk kellene, hogy Brüsszel mennyi pénzt adott Ukrajnának. Erre hívta fel a figyelmet Deutsch Tamás az Európai Híradóban. A fideszes EP képviselő kitért arra a kettős mércére is, amely Lengyelországot éri az EU részéről. A Varsónál nagyságrendekkel korruptabb Ukrajna kap pénzt, Lengyelország pedig nem. Ukrajna története nem az orosz támadással kezdődik. Jelentette ki Deutsch Tamás annak kapcsán az Európai Híradóban, hogy Magyarország és Lengyelország még mindig nem kapta meg az uniós forrásokat, miközben Kijevnek eurómilliárdos támogatást nyújt a 27 tagú blokk. Az európai parlamenti képviselő rámutatott. Mindezek mellett igaz, hogy Ukrajnát megtámadta egy másik ország, és borzalmas helyzetben van. Ugyanakkor kiemelte, hogy a háborús helyzet előtt Ukrajna nagyságrendekkel korruptabb volt, és nagyságrendekkel több jogállamisági kihívással küzdött, mint például Lengyelország, amelyet Brüsszel éppen ezekkel az indokokkal támad. Ha az a helyzet, hogy egy ilyen komoly korrupciós problémával és egy ilyen komoly jogállamisági problémával bíró ország az továbbra is nyakló nélkül kapja a pénzt, ehhez képest Lengyelország, ahol csak a politikai vádak vélnek felfedezni jogállamisági problémát, meg csak a politikai vádaskodás vél felfedezni korrupciót, pedig a neki jogszerűnt járó Európai Uniós pénzeket sem kapja meg, ez megint egy olyan kettős mérce, ez megint egy olyan faromúci helyzet, amikor csak azt tudom mondani, hogy ha a tényleges jogállamisági helyzet dönteni el a dolgokat, akkor
A lengyeleknek már tegnap meg kellett volna kapniuk a pénzt, az ukránoktól meg még a saját pénzüket is el kéne venni. Hozzátette, az európai parlamenti képviselőknek és az uniós polgároknak tisztában kellene lenniük azzal is, hogy Brüsszel mennyi pénzt adott eddig Ukrajnának. Eljött a rovancs ideje. Hosszú-hosszú évek óta hol 1 milliárd eurót, hol 8 milliárd eurót, hol 5 milliárd eurót, hol 3 milliárd eurót, de évente sok alkalommal mindig euró milliárdos nagyságrendű visszatérítendő, meg visszanémtérítendő pénzt ad az Európai Unió Ukrajnának. Végre most adjuk össze. Tehát legyünk már tisztában, lehessünk már mi, európai döntéshozók, európai polgárok, azzal tisztában, hogy az Európai Unió eddig mekkora összeget tolt bele Ukrajnába. Az Európai Unió legutóbb azt közölte, hogy 5 milliárd euró hitelt venne fel Ukrajna számára a tagállamok garanciájával. Kijev már csődbe ment volna, ha nyugati szövetségesei nem támogatnák pénzzel és fegyverekkel. Az ukrán gazdaság háború előtti méretének felére zsugorodott össze. Erről beszélt a Globálban Sebestyén Géza, a Matthias Corvinus Kollégium gazdaságpolitikai műhelyvezetője. A szakértő elmondta, hogy az ukrán pénz értékét mesterségesen tartják magas árfolyamon. Az infláció elszabadult, és a külföldi adósság is kezelhetetlenné válik. Az ország működőképességét pedig havi több milliárdos eurós külföldi segélyből tudják csak biztosítani. Kevés adat áll rendelkezésre az ukrán gazdaság mély repüléséről. Az ország gazdasági összterméke a januártól márciusig tartó első negyedévben 15%-kal csökkent. De ebbe az időszakba mindössze egy hétnyi háborúskodás esik. Azóta folyamatosak a harcok, az ország nagy területeket veszített el. A teljes negatív gazdasági hatás így sokkal nagyobb lehet az adatnál. Tehát körülbelül a felét elvesztette Ukrajna a gazdasági teljesítménynek, ami egyébként figyelme véve azt, hogy a területe is változott, nagyon sokan elhagyták az országot, illetve nyilván a háború maga az a termelést is jelentősen visszafogta, nehezítette. Azt gondolom, hogy ezeknek a tényezőknek a függvényében is, és fényében is azt gondolhatom, hogy körülbelül 50%-os vagy 45%-os GDP csökkenés, ez reális. Az ukrán hrivnya őrzi az árfolyamát, de ez csak a látszat. Mesterséges átváltási arányon tartják fenn értékét, de azon hrivnyáért nem lehet euróhoz vagy dollárhoz jutni Ukrajnában. Nagyon magas infláció van most jelen pillanatban Ukrajnában. Azt lehet látni, hogy a költségvetési hiánynak, a költségvetési kiadásoknak egész pontosan nagyjából 40%-et fedezik a bevételek. Tehát egy roppant pici része az, amit ténylegesen az ukrán állam be tud szedni adókból, bevételekből, és tudja a saját kiadásait, többek között a katonai kiadásait is finanszírozni. És egy másik 40%-et a kiadásoknak az pénznyomtatással finanszírozzák. Az infláció mellett az államadósság alakulása is nyugtalanító. Becslések szerint havonta 5 milliárd dollárral növekszik az államadósság. Februártól decemberig pedig 50 milliárd dollárral nőhet Ukrajna államadósága. Mivel a gazdasága felére esett vissza, a GDP-hez mért adósságrátai gyorsan növekszik. Ennek értéke már most is bőven 100% fölött van, és ha folytatódnak a harcok, akkor évvégére akár a GDP 150%-át is kitevő államadósága lehet Ukrajnának. A hadban álló országnak havonta 5-10 milliárd eurónyi pénzbeni juttatásra van szüksége működőképessége megőrzéséhez. A szakértő nyugtalanítónak nevezte azt is, hogy az Unió ezt a pénzt közös adósságfelvétellel próbálja előteremteni, ami tovább növeli egyes uniós tagállamok amúgy is magas eladósodottságát. Fazekas Csilla a Fidesz jelöltje nyerte az időközi választás Budapest első kerületében. Facebook oldalára azt írta, idézem, több mint 50% győztünk, köszönöm Budavár. Úgy tudjuk, a szavazáson a jogosultaknak több mint a 37%-a vett részt, ami kimagasló részvételi aránynak számít. Fazekas Csilla jelöltként még azt írta, hogy a választás tétje, hogy a természeti, építészeti és kulturális értékekben is gazdag Budavárt ismét fejlődő pályára állíthassák. Az ellenzék 10 képviselővel kezdte meg a ciklust 2019 őszén, a kormánypárti frakció pedig 5 tagból állt. Azóta azonban két jobbikos, Zsitnyák János és Varga Dániel kilépett a pártjából, és több kérdésben a Fidesz-KDNP-vel szavazott.
Nem oda Buda, szép munka volt felkiáltással gratulált Varga Judit igazságügyi miniszter közösségi oldalán. Fazekas Csilla fideszes képviselőnek a várkerület 5-ös számú egyéni választókerületében aratott győzelméhez. Tordai Bence, a Párbeszéd társelnöke közösségi oldalán pedig korábban úgy kampányolt a választókerületben indult momentumos Korsós Borbála mellett, hogy idézem, ne hagyjuk, hogy a Fidesz lerombolja, amit eddig közösen felépítettünk Budaváron. Az időközi választások eredményéből egyértelműen kiolvasható, hogy a kormánypártok lendülete még mindig kitart. Erről beszélt a 21. század intézet elemzője a Karcefemen. Nagy Ervin szerint a baloldali pártok soha nem látott versenyt folytatnak az ellenzéki szavazók bizalmáért. Az elemző hozzátette, a baloldal instabil, a kormány azonban továbbra is megvédi a magyar embereket. Az, hogy azok a változások, amelyek a háborúnak, illetve a hibásan meghozott Európai Uniós szankciónak köszönhetőek, és amelyek most már azért Magyarországon is éreztetik hatásukat, annak ellenére, hogy a lakosságnak a helyzetét, illetve azokat a társadalmi csoportokat, akik erre rászorulnak, a kormány továbbra is védi, annak ellenére azért ennek kellene, vagy szokott lenni politikai hatása, de pont az ellentétét látjuk, az ellenzéki oldal az instabil, történelmi töredezettség van, soha ennyi párt nem versenyzett még az ellenzéki szavazók bizalmáért, a jobb oldal, a Fidesz-KDNP pártszövetség pedig lendületben maradt. És Budapestet, most az első kerületből volt egy önkormányzati időközi választás, Budapestet tekintve az elmúlt néhány hónapban összesen 8 ilyen volt, és abból 7-et nyert a Fidesz, egy helyütt Újpesten nyert csupán az ellenzéki jelölt. Ha most vasárnap tartanánk a választásokat, azt a Fidesz jelentős előnnyel megnyerné. Ez derül ki a Nézőpont Intézet legújabb közvéleménykutatásából. A baloldali összesített támogatottság tovább kopott. A választások után a győzteshez húzás sokszorosan megfigyelt jelenségnek megfelelően még erősödött is a Fidesz támogatottsága. A tavasszal közös listát állító 6 baloldali párt júliusban még a választók 17, augusztus végén csak 16%-át tudta megszólítani. Ugyanakkor a baloldali ellenzéki pártokon belüli és közti viták miatt egy tavaszihoz hasonló közös lista felállítása most nem tűnik valószínűnek. Nem kapott irodát Jakab Péter mozgalma a képviselői irodaházban, erősítette meg az országgyűlés sajtóosztálya. A Magyar Nemzetnek írták meg, hogy Jakab Péter egyéni képviselőként kapott irodát. A Jobbikban mindent elbukó politikus közösségi oldalán híresztelte, hogy birtokba vette a Nép Pártján mozgalom képviselői irodáját. Hazudni bűn. És ezt most nekem hazudni, mondja, hogy én nagyon sokszor azt gondolja, hogy én hazudok. Nagyon sokszor hivatkozik a 10 parancsolat, én az Echo TV-nek de köszönöm, hogy hazudni úr. Bűn. Ha ők hazudnak, mi helyreigazítunk. A hazugság ellen kelt ki magából rendszeresen még jobbikos politikusként Jakab Péter. Azt a látszatot keltve, hogy ő sosem teszi ezt. Megalakítjuk, és útjára indítjuk a Nép Pártján mozgalmat. Közben derékba tört karrierje a Jobbikban, elveszítette az elnöki és frakcióvezetői pozíciót, majd lemondott pártagságáról is, végül saját szervezetet hívott életre. Nem állunk meg, nem csak a keleti végeken vagyunk erősek, hanem Dunántúlon is. Jobboldali, baloldali nem érdekel. Embernek kell lenni mindig és minden körülmények között. Tudjátok, közös a hazánk, közösen is fogjuk jobbá tenni, csatlakozhatok ti is. Habár Jakab minden jobbikos hátterét elveszítette, néhány napja mosolyogva posztolta ki, hogy már saját irodát is kapott a képviselői irodaházban. Azt írta, birtokba vette a Nép Pártján mozgalom képviselői irodáját. Egy blöff, és nyilvánvalóan kommunikációs hadviselésként kell értelmezni. Így reagált a Hírtelevíziónak akkora a századvégi jogi elemzője. Jakab Péter alig néhány hetes szervezete ugyanis nem létezett a választások idején, így irodát sem kaphatott. Most pedig megérkezett a parlament sajtóosztályának válasza is a kérdésben. A Magyar Nemzetnek azt a tájékoztatást adták, hogy Jakab Péternek mint független képviselőnek biztosítanak irodát az országgyűlés irodaházában. Ezzel végképp megdőlt Jakab Péter azon állítása, hogy birtokba vette a Nép Pártján mozgalom irodáját. Az ügy pikantériája, hogy a bukott Jobbik elnök épp a Volt pártjának irodáját kapta meg. Újra sértegette a választókat Márki-Zay Péter. A baloldal korábbi miniszterelnök jelöltje szerint az emberek bonszájok, akiket vágni kell, hogy a megfelelő irányba menjenek. A bukott politikus a vidékieket, a nőket, a kormánypárti szavazókat, a fogyatékkal élőket és a nyugdíjasokat is kigúnyolta már, azonban rendszerint tagadja, hogy bárkit megsértett volna.
hogyha az embereket nem nevelik, mint a bonszájfákat, ha nem vagdossák, nyesegetik, nem állítják irányba, akkor mint a legyek urában Goldingnál, rossz irányba mennek. Újra a választókat sértegette Márki-Zay Péter. A baloldal bukott miniszterelnök jelöltje minifákhoz hasonlította az embereket. Szerinte azért kell nyesni őket, hogy a neki tetsző módon gondolkozzanak. A hódmezővásárhelyi polgármesternek nem ez az első botrányos megnyilvánulása. Ez az, mint a migráció. Ezzel meg lehet nyerni egy választást addig, amíg az embereket sötétben tartjuk, és tárgyába letetjük, ahogy mondják Amerikában, hogy úgy tartanak, mint a bombát. Sötétben tartnak, és tárgyába táplálnak. Addig, amíg a választókat úgy tartjuk, mint a bombát, addig a rezsicsöket és a migrációzásra és a többivel lehet választást nyerni. A kampány során is rendszeresen gúnyolta az embereket. A vidéken élőket folyamatosan alsóbbrendűnek tekintette. Hogyha egy vidéki városban a Fidesz összegyűjti a legjobb embereit, akkor valószínűleg egy keresztrejtvényt nem tudnának megfejteni. Azok, akik nem tartották fontosnak, hogy felvilágosítsák a falusi egyszerű tudatlan embereket. Nem mondanak egy szót sem az agymosott tömegeknek. Akikről ráadásul úgy beszélt, mint akik folyamatosan részegek. Én olvastam kommentbe, hogy Miskolc és Budapest között ingázik, elhatározta, hogy minden alkalommal kinyomtat 2-300 nyomtas teljes kiadványt, és beszór egy-egy falut. És ott beszél az emberekkel, hogy reggel 10 órakor egy faluban azt mondja, hogy kevés józan emberrel találkozott, de azok közül, aki nem agymosott volt és lehetett vele egyetlen beszélni, azok közül 2-3-at átállított. A nőkről is lenézően beszélt. Ez a vidéki Fidesz szavazó küldött nekem egy teljesen megfejtett keresztrejtvény újságot. Tehát fantasztikus ez a szegény asszony, lehet, hogy nem tudom, a helyesírási alapján gondolom csak. A hódmezővásárhelyi polgármester rendszerint tagadta, hogy bárkit is megsértett volna politikai pályafutása során. Veszélybe került a svéd baloldali koalíció hatalma, legalábbis a vasárnapi szavazások eredménye a jelenlegi 90%-os feldolgozottságnál ezt mutatják. A svéd demokraták, a kereszténydemokraták és a liberálisok 176 mandátumot szereztek a 349 fős parlamentben, míg a bal közép 173-at. A jóléti mintaállamnak tartott Svédország évek óta komoly társadalmi és gazdasági problémákkal küzd. A bevándorlás ellenes svéd demokraták megelőzték a mérsékelt pártot. Ez történelmi változást jelenthet egy olyan országban, amely régóta toleranciáját és nyitottságát hangoztatja. A végső eredmény szerdára várható. Most pedig itt van velünk svédországi tudósítónk Bugnyár Zoltán. Szervusz Zoltán, hol tart most a feldolgozottság, mit lehet tudni az eredményről? Szervusz, üdvözlöm a nézőket. Igen, 94%-os jelenleg a feldolgozottság, ez azért csak ennyi, mert a külföldi szavazatok még nem érkeztek meg. Jelenleg a jobb oldal nagyon kicsivel, körülbelül 0,9%-kal vezet a baloldal pártjai között. 4-4 párt van a két oldalon. Ez a különbség egy mandátumot jelent a 349 tagú Riksdagban, országgyűlésben. Ugye a szerdai végeredmény hirdetésig ez még valamennyit változhat, föl vagy le, de mindenképpen most úgy tűnik, hogy a jobb oldalnak áll a zászló. Svédország mindig is büszke volt a nyitottságára és szabadelvűségére. Minek köszönhető a jobb oldal ilyen formájú megerősödése? Igen, ugye a különbség az kicsinek mondható, ugyanakkor nagy győzelemnek számít, különösen annak tükrében, hogy az elmúlt 4 évben 312 ezerrel több új svéd állampolgár keletkezett, és a felmérések szerint a nagy részük a szociáldemokratákra szavaz. Ennek köszönhető az is, hogy egy rendkívül sok kihívással terhelt és sok negatív eredménnyel járó kormányzás után a szociáldemokraták kb. 2%-kal többet értek el ezen a szavazáson, mint 4 évvel ezelőtt. Ugyanakkor az is látható, hogy a jobb oldalon sincsen minden teljesen rendben, az eddigi váltó pártok, a mérsékeltek, illetve a kereszténydemokraták kevesebb szavazatot kaptak, de így együtt a liberálisokkal 4-en és a svéddemokratákkal együtt mégis valamivel több a szavazat, mint a baloldalon. Tehát ebből az látszik egyébként, hogy a jobboldali pártoknak is van a batyujukban probléma, ugyanis 2006-tól 8 éven keresztül a jobboldal volt kormányon a mérsékeltek vezetésével, és gyakorlatilag a tömeges migráció akkor indult be,
és ez okozza most a legnagyobb társadalmi és gazdasági problémákat. A migrációhoz köthető a bűnözés elszabadulása, erőszak hullám, illetve nagyon komoly problémák vannak a támogatások, segélyek, kifizetések kapcsán az állam kb. 10%-át a költségvetésének a migránsokra költi. 700 ezer munkaképeskorú ember van, aki nem tud vagy akar dolgozni. Tehát úgy tűnik, hogy ebből lett elege a svédeknek, és ezért szavaztak nagyon sokan a svéd demokratákra, ezzel a legnagyobb jobboldali párttá téve a 10 évvel ezelőtt, éppen hogy csak a parlamentbe 12 éve bekerült pártot. Szóval köszönjük szépen! Ma délután kezdődik az Európai Parlament 4 napos plenáris ülése Strasbourgban. A héten napirenden lesz többek között az újabb Magyarországról szóló jogállamisági jelentés. Ursula von der Leyen pedig évértékelő beszédet tart, amelyben az orosz ellenes szankciók hatását és az európai energiaválságot is elemzi. A Hír TV-nek Zöldhegyi Katalin küldött tudósítást. Szerda reggel az Európai Bizottság elnöke Ursula von der Leyen tart évértékelő beszédet a strasbourgi plenáris ülésen. Ebben értékeli a bizottság intézkedéseit az Oroszországgal szembeni szankciókkal kapcsolatban, az orosz energiafüggés felszámolásával kapcsolatban, valamint az uniós energiaellátás biztosítására és a magas energiárak letörésére vonatkozóan. Külön figyelem övezi majd, hogy megismétli-e az orosz földgázra vonatkozó ársapka javaslatát, amelyet a múlt héten már legalább 9 tagállam ellenzett. Szerda délután 1 órakor pedig ismét Magyarország lesz a napirenden, a francia zöldpárti képviselő Gwendoline Delbos-Corfield jelentését vitatják meg az európai parlamenti képviselők a magyar jogállamiság helyzetéről. A több mint 30 oldalas jelentés szerint Magyarország nem tekinthető teljes mértékben demokráciának, szerint tovább romlott a jogállamiság helyzete 2018 a Sargentini jelentés elkészülte óta. A jelentés szerint az alkotmányos és a választási rendszer működése, az igazságszolgáltatás függetlensége, az oktatás szabadságának kérdése ad okot az aggályokra, valamint a vallási szabadság és a kisebbségek helyzete is. A Delbos-Corfield jelentés szerint a 7. cikkely szerinti eljárás késleltetésével maga az Európai Tanács is megsérti a jogállamiságot. Várhatóan a jelentés előterjesztője azt fogja kezdeményezni, hogy az Európai Bizottság ne fizesse ki a Magyarországnak járó koronavírus utáni helyreállítási alapból származó pénzeket, amíg nem teljesíti a bizottság elvárásait, ajánlásait. A budapesti rendőr főkapitányság kábítószer kereskedelem büntette elkövetésének gyanúja miatt folytatott eljárásban. Pár napja hajnalban ütöttek rajta egy óbudai férfinak. Információink szerint a férfi egy 13. kerületi büffé előtt kínált kábítószert. Az utcán egy kanállal adagolta ki az anyagot, majd adta el a vásárlóknak. A dílert a 3. kerületi lakásán fogták el. A rendőrség munkatársai a lakásban és az ahhoz tartozó garázsban több mint 0,5 kg kábítószergyanús masszát, tömbösített és por alakú kábítószergyanús anyagokat, valamint 290 darab tablettát találtak. A nyomozók lefoglaltak különböző külföldi bankjegyeket, riasztópisztolyokat, valamint a bűncselekmény elkövetésével összefüggő eszközöket. Kábalást kábítószerkereskedelem büntette elkövetésének gyanúja miatt hallgatták ki, ő azonban nem tett vallomást. Második világháborús bomba miatt lezárások és lakáskiürítések voltak ma Budapest belvárosában. Erről a magyar hadsereg főparancsnoka beszélt a híradónknak. Magyar Honvédségnél nem csak szlogen, hogy igyekszik a békés környezetet megteremteni Magyarország lakosainak, a magyar embereknek. Ma erre látunk egy kitűnő példát, hiszen nem olyan régen találtak egy 100 kilós szovjet légibombát itt 8 méterre a Dunába. Tűzszerészeink érkeztek, meggyőződtem arról, hogy felkészültek a feladat végrehajtására, ezt a mai reggel ki fogják emelni. Szeretném megköszönni budapesti embereknek a türelmét, hiszen itt egy 400 méteres zárás végre kell hajtanunk annak érdekében, hogyha bármi tragikus eset történik, akkor a lehető legkevesebb kárt okozzunk a Budapesten és az ember életben.
Itthon a méhészeket is kihívás elé állítja a klímaváltozás. Idén az aszály miatt voltak olyan régiók, ahol nem tudtak elég virágport gyűjteni a méhek. A Hugyagi Országos Méhész Találkozón olyan innovációkat mutattak be a szakemberek, amelyekkel a jövőben csökkenteni tudják a munkába fektetett energiát, miközben növelik a terméshozamot. Az is kiderült, hogy idén olcsóbb lehet a méz. Ezek a kis méhek itt még bőven tudtak virágport gyűjteni. A Dunától keletre azonban sokat kellett repülniük, nem volt elég virágpor. A tartós asztály miatt a méh családok és a méhészek is nehéz szezonon vannak túl. Országos összesítésben közepes mézhozammal lehet számolni. Ha nincs csapadék, akkor nincsnek terképződés, akkor nincs méz a kaptárban. Azt láttuk ebben az évben, hogy nagyon komoly különbségek voltak az ország különböző régióiban. Voltak helyek, ahol egyáltalán nem tudott a méhész akácról pergetni. Volt, ahol meg azt lehetett jelenteni, hogy csúcs termés volt. A szakértők szerint az éghajlatváltozás miatt ezután már olyan száraz nyarakkal kell számolni, mint az idei volt. A méhészek is mindent megtesznek, hogy felkészüljenek az extrém időjárásra, és olyan eszközöket, módszereket kutatnak fel és próbálnak ki, amelyekkel időt és energiát takarítanak meg, miközben növelik a terméshozamot. Az országos méhész találkozó jó lehetőség az innovációk bemutatására. Ez a kaptárlift arra szolgál, hogy a fiókokat anélkül föl tudjuk emelni, el tudjuk mozdítani a családkezelésekor, hogy fizikai erőt kelljen kifejteni, illetve hogy félre kelljen tenni a fiókokat. Közben egy olyan mobiltelefonos alkalmazást fejlesztenek, amely megmutatja, hogy mikor és hol érdemes a virágport gyűjteni, így a méhészek jelentős összegeket takaríthatnának meg. A méhészek számára pedig azt adná egy eléggé pontos lehetőségként, hogy hova vigyék vándoroltatni a családjaikat. Ez gyakorlatilag a teljesítményüket növelni, a termelésüket jövőre nézve. Bár a méhészeteknek nem a legjobb hír, de az édesszájúak örülhetnek, hisz idén valószínűleg olcsóbb lesz a méz, miután több nagy felvásárló is kiszállt az üzletből. Ezekben a napokban hetekben tetőzik a parlagfű szezon, és csak az októberi fagyok hozhatnak enyhülést az allergiásoknak. Az erős pollen koncentráció egyik oka, hogy a gyomnövények kedvezik az idei aszályos forróság, valamint az is, hogy számos helyen nem végezték el a gazmentesítést. Augusztus végén, szeptember elején tetőzik a pollen szezon, amikor egyre több könnyező, tüsszögő emberrel találkozhatunk. Magyarországon közel 2 millió ember életét keseríti meg a parlagfű allergia. Az idei nagyon erős pollen koncentrációnak az oka egyrészt az időjárás, nagyon kevés csapadék volt a nyáron, másrészt pedig a fővárosba, illetve országszerte elhanyagolt gazos területek. A föld mélyebb rétegeiből jelentős mennyiségű csapadék hiányzik az elmúlt esős napok ellenére. Száraz, aszályos nyáron vagyunk túl, és gyakorlatilag a parlagfűféléknek kitolódott egy kicsit a virágzása is. A csapadékhiány és a szárazság okozta ezt együttesen, illetve még az augusztus végi, illetve nyár végi, illetve a szeptember elejé meleg időjárás is egy kicsit rásegített. Simon Gergő hozzátette. Az első fagyra október környékén lehet számítani, ami azt jelenti, hogy csak akkor várható a pollen koncentráció csökkenése. Rövid távú megoldás nincsen, tehát hogyha valakinek mondjuk a szezon elején bármelyik allergénre is elkezdődnek a tünetei, akkor abban az évben már egész biztos, hogy csak tünet csökkentőket tud használni. Ezt már egy allergológus mondta a Hír TV-nek. Nékám Kristóf úgy véli, a legegyszerűbb, ha elkerüljük az allergén növényt, bár ez sok esetben kivitelezhetetlen. Második lépcsőben, mondjuk egy következő évben, hogyha valaki tudja már, hogy mire készüljön föl, akkor ugye a szokásos javaslat az, hogy néhány nappal a várható megjelenés, a pollenek várható megjelenése előtt el kell kezdeni a gyógyszernek az alkalmazását, hogy a hatása, mire a pollen a levegőbe kerül, és mire annak a tünetei megjelenek, a hatása már a csúcson lehessen. A szakember szerint hosszú távú megoldást az immunterápia jelent. Nézzük még egyszer legfontosabb híreinket röviden. A békepártján Magyarország nem azért építkezett, hogy letérjen a növekedés útjáról Brüsszel és a háború miatt, jelentette ki Dömödör Csaba. Támadás, orosz rakéták egy hőerőműbe csapottak Harkivban.
kiütéssel. Elsöprő fölénnyel győzött a Fidesz az első kerületben. Ez volt a Híradó délben, rövid hírekkel, a legfrissebbekkel egy órakor jövök. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra! A sporthírek támogatója a MOL. Sporthírei következnek, köszöntöm Önöket. A 77 kilós Lévai Zoltán ezüstérmet szerzett a belgrádi birkózó világbajnokságon, miután a döntőben technikai tussal kikapott a kirgiz Akzsol Mahmudovtól. 87 kg-ban Losonci Dávid a bronzmeccsen 6-2-re verte a svéd Alex Cassidyst, így harmadik lett. Magabiztos játékkal 3-0-ra győzött a Ferencváros a vendég Kisvárda ellen a labdarúgó OTP Bank Liga 8. fordulójában. A címvédő így továbbra is hibátlan a bajnoki szezonban. Hiába kezdett bátran a legutóbb ezüstérmes Kisvárda a Groupama arénában, komolyabb gólszerzési lehetőségei a Ferencvárosnak voltak az első félidőben. Lajduni szabadrúgásból még a kapufát talált el. A 27. percben azonban a Peteleu szabálytalansága miatt megítélt 11-es Ryan Mai értékesítette. A zöldfehérek a szünet után is lendületben maradtak, és a 63. percben szép támadás végén növelték előnyüket. Csivics beadására Ryan Mai érkezett középen, és akcióból is bevette a vendégek kapuját. 10 perccel később az idősebb Mai fivér személy is gólt szerzett. Egy szöglet után két kisvárdai közül fejelt a hálóba, beállítva a 3-0-ás végeredményt. A Ferencváros szezonbeli 6. bajnoki mérkőzését is megnyerte, csütörtökön pedig a francia AS Monaco vendége lesz az Európa Ligában. A labdarúgó NBA további vasárnapi mérkőzésein a Puskás Akadémia első idegenbeli győzelmét aratta a szezonban, miután 2-1-re győzött Zalaegerszegen, az Újpest pedig hazai pályán verte 2-1-re a Vasast. 31-29-re nyerte a Győr a dán SBR otthonában a női kézilabda bajnokok ligája csoportkörének első fordulójában. A fehérmezes magyar csapat Stine Oftedal lövésével szerzett vezetést, majd a félidő nagy részében vezetett, volt, hogy 3 góllal is. A szünet előtt viszont már a dánoknál volt az előny. Fordulás után egy ide döntetlen volt a sorminta, majd a záró 2 percben csak Győri találat született. Előbb Oftedal volt eredményes, majd az utolsó támadásból passzívnál Anna Gross belőtte 9. gólját, így a magyar csapat 31-29-re győzött. Sporthíreink végén köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!